Szolgárdról érkeztünk. Az nincs is olyan közel. Hallott, honnan hallottak el a családnak? Azt hiszem, hogy egy internetes programról, illetve nem, talán egy teljesítménytúrát néztem, és akkor láttam azt, hogy Hajagon van egy túra is, egy ilyen 10 kilométeres túra, és utána néztük azt, hogy van egy családi nap, és eljöttünk a családdal. Ez már elég volt az, hogy elinduljanak? Ez már elég volt, elég sűrűn megyünk, úgyhogy örömmel itt vagyunk itt. Ja, akkor egyébként is mozgékonyak, túrákra különösen odafigyelnek. Igen, igen, hát inkább baráti kör, 4-5 fős társasággal, havi átlagban 1-2 túra maximum ennyi. Feltételezem, hogy először van itt a Hajagon, igen, családi napon. Egyértelmű. Uh-huh. És mi ragadta meg még azon ki, hogy túra és családi nap? Érdekel a történelem, részben a politika is, és hát különösen a fiam az, aki inkább érdeklődik itt a régi orosz hadsereg nyomaival és annak az emlékeivel, és őt is természetesen elhoztok, igaz, hogy már ő is felnőtt, de ő is itt van, és ez érdekel bennünket. Ez a Crokinole nevű játék, megmutatom, ez hogy van. Ez valami vadi új dolog? Igen. Hát Magyarországon újdonság. Aha. Ez a Crokinole nevű játék, Kanadából származik a játék, viszont mi ezt itt Magyarországon forgalmazzuk, és ez egy ügyességi társas játék, 2-3-4 személyesen játszható, és gyakorlatilag koronkat kell benne pöccinteni a pályán lévő központi lyukba. És mi abban a bonyolult? 20 pontos lövés. Hát igen, a célzás az, ez a golfhoz hasonlít kicsit, ugye? A golfhoz, meg a curling. Egy lyuk van. Igen, meg a curlinghez szokták hasonlítani, mert ugye ott is minél közelebb van a közepéhez, annál több pontot kap. Itt is vannak mezők, ugye szét van osztva 3 mezőre a pálya. Ami a központi lyukban megy, azt kitesszük egy külön tartóba, az 20 pont. Ami itt a belső körben van az oszlopokon belül, az 15 pont, a középső gyűrű az 10 pontos, és a legkülső gyűrű 5 pontos. Felteszem olyan, mint a petanque, ki is lehet ütni az ellenfelet. Így van, ki is lehet ütni az ellenfelet. Nyilván, ami belement a 20 pontos lyukba, az már nem kiüthető, tehát az már egy garantált pontszám a játékosnak. Menet közben nem kell számolni semmit, nem kell írogatni a pontokat, stb., csak a játék végén kerül számításra. Csinálunk egy ilyen képkeretet. Ja, van hozzá receptkönyv is, van hozzá receptkönyv, igen. A recept, a megoldásokat mi találjuk ki, most éppen borsozunk, vagy sózunk, nem tudom, van egy kitalálunk ügyes technikával. Akkor ez kerül majd ide bele, és itt lesz még egy oroszlán, vagy egy tigris. Ezt oda kell rajzolni majd? És nem, hogy beleragasztani egy kész. Beleragasztunk majd egy tigrist. És akkor így lesz. Mert ide fogjuk kötni. Próbáljuk elképzelni. Mi a nehézsége ennek a dolognak? Ennek a nehézsége? Nem kéne segíteni esetleg, hogy ketten tartják egy meg? Igen. Valahogy úgy kéne, igen. Lenne egy csatupadom, így, és akkor már működik is, igen. Hát a nehézsége az apukának azért kell segíteni, mert ugye kell a kéz. Igen. Amúgy a többit meg tudják csinálni a lányok is. Gyakran barkácsolnak otthon is? Igen, hogyne. Például miket szoktak készíteni? Például polcot a sufniba, használt raklapból. Aha, na, tessék. Ma nálunk csak olyan van hasznos, újrahasznosított dolgok van. Igen. Minden családi napon itt voltak még eddig? Az első nem, a tavalyin igen, tavalyin voltunk. Ja, ezek szerint vonzó programnak találják. Igen, ez egy nagyon nagyszerű ötlet, és mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg a múltunk egy darabját, amit ugye nem tudunk megtagadni, mert hát. Igen, csak plusz a kézműves szórakozások. Plusz a kézműves szórakozások, meg maga az élmény, hogy egyet túrázni, friss levegőt szívni. Igen. Például a bunkerben szívtak már? A bunkerben tavaly voltunk, és most is oda készülünk, itt végzünk a csodaképpel, és megyünk túrázni a bunkerba. A hölgyike nagyon ügyesen olvassa a térképet, azt, amit adnak. We'll be right back.
Itt mi jó készül? Paradicsompüré? Nem, ez paprikakrém. Paprikakrém, és mibe kell ennyi paprikakrém? 500 adag gulyáslevesbe. 500 adag? Igen. Hát ezt nevezem ágyú törteléknek. Fölötte. Igen? És mennyivel más itt 500 adagot főzi, mint egyet mondjuk? Ezt nehezebb eltolni az arányokat, nem? Hát kilóra ki lehet mérni. Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy akkora mennyiséget még nem főztem. Nem? Kíváncsian várjuk a végeredményt. 200-as volt a legtöbb eddig. Aha. Egy falunapon is? Falunapon? Hát ott nem szokott mennyi lenni azért. Ott nem? Nem, a szeretett napon ott volt. És ezt négy tégelybe fő egyébként? Háromba csak. Ja, három 360 literesbe. Hát az 600 főre végül is, a honvédségben 600 főre. Ez egy átalakított gulyás ágyú különben? Nem. Ez eredeti? Sőt, ez most még izéval fatüzelésű, eredetileg ez gázolajjal menne, de fával is lehet tüzelni. Tehát akkor visszaléptek egy kicsit inkább. Hát igen, ez a Harandi önkormányzati az az ágyuk. Ők így tavaly is így főztek benne. Hát. És gyakran szokott gulyás ágyúban főzni? Gyakrabban, mint bográcsban? Hát a jó ég tudja. Felfele. Tehát ma már ezt is ismerik a szakácsoknak? Hát megmondom őszintén a vadat. Inkább jobb szeretem bográcsba. Ez egyébként ilyen kuktaszerű is, tehát látom, le lehet zárni a tetejét. Igen, nyomástartó edény. És akkor gyorsabban. Elvilág gyorsabban megfelelte. Nem tudom, megkérdezni, hogy mi készül most? Nem kérdeztem. Nem. Ez szarvasborjúból gulyásleves. Ez nagyon jól hangzik. A szarvasborjú az hogy került ide? Hát ide már feldolgozva került. Én hozzám oda hozták tegnap. Éltájba, és akkor ott feldolgoztam, és akkor ide konyakész állapotban nem lett volna időnk itt. Déltől este 8-ra, 8:30 volt, mire hát, de szinte az egész család mindenki. Ezen volt zöldség, sárgarépa, krumpli, a húst szétszedni. Ez egy családi rendezvény, együtt a főzés része? Hát igen, segítenek a gyerekek is, nagyon is sokat. A paprikakrém az is saját gyártmány? Az nem, ekkorát nem lehet. Házi gyártmány a paprika? Hát nem tudom. Vagy valahonnan itt van? Hát ez hivatalos. Egy gulyáskrém, 2,5 kilós gulyáskrém, ritkán látni ekkora gulyáskrémet. Én tubusba szoktam csak. Hát én is inkább. Ennyi már, akkora mennyiség ez át itt. Több elment volna a pocsékbe szerintem. Ja. Van erre egyébként recept, vagy pedig maga találta ki, hogy na miből mennyi kell? Hát ahogy jön. Érzése. Ahogy jön, igen. Na, majd megkóstoljuk a végeredményt. Egészségükre váljék. Köszönjük szépen. Most ez már a hányadik családi nap? Ez idén a harmadik alkalommal rendeztük meg, úgyhogy van érdeklődés is, meg vannak még mindig egyesületek, akik szívesen eljönnek, és programjaikkal színesítjük a rendezvényt, és így egyre többen megismerkednek az ő tevékenységükkel. Annak idején gondolom nagy bátorságot belevágni egy ilyenbe, teljesen ismeretlen terepen, ismeretlen lehetőségekkel és következményekkel. Hát elég nagy feladat volt, igen. Gondoltuk ezt a nagy dolgot. A természet lágyul én a omladozó semmibe, mondhatjuk szinte. És akkor ide varázsolni egy ilyen programot, ami hasznos és maradandó élményt adhat. Na most, hogy a természetben játszódik az egész történet, már fél siker, beszélgettem itt kirándulókkal szinte, akik a családi napra jöttek, de azért nem mindegy, hogy itt van egy erdő, meg más is a környéken. Igen, ezt meg kell ismerni, meg kell ismertetni, ezekre szolgálnak a programjaink, illetve kiemelni a családokat a bezártságból, és akkor itt esetleg új társaságokat tudnak maguknak így kialakítani, és így jobb lesz a légkör esetleg. Van itt egy bunker is ugye nem messze, ami ilyen óvóhely vagy munkaállomás volt valamikor. Van olyan ember, aki kétszer is szeretne oda lemenni, vagy elég egyszer az élményből? Nem, van, aki már jelezte most is, hogy volt nem egy ilyen rövid vezetett túrán, és mindenképp vissza szeretne menni még, és fényképeket szeretne készíteni. Számotokra vannak még ismeretlen dolgok oda lenne, amit ti is rácsodálkoztok esetleg néha? Hát van, hogy egy idő után beugrik, hogy az tényleg annak mi lehetett a funkciója, addig csak egy jellegtelen dolognak tartottuk,
vagy utána nyomoztunk, érdeklődtünk interneten, vagy egyéb régi ismerősöktől, akik esetleg itt nem vannak anekdótáik, illetve információik, és így ebben kiegészítve így izgalmasabbak. Szervezők számára, ugye, akik valamennyien marcon a katonák, mégis nem probléma, de mennyi munkát jelent az előkészítés? Hogy kell ezt elképzelni kívülállónak? Hát veszük ugye a bátorságot, hogy mi a célunk, és akkor meg kell szerezni az engedélyeket, ez több hónapig is eltarthat, bizonyos engedély, természetvédelmi hatóság, egyeztetések, területnek a tulajdonosa, behajtás, erdészet, vadászat, mindenkivel egyeztetni kell, aki érdekelt ebben a témában. De gondolom a hatóságok, szervezetek, vállalkozások már nem annyira félnek ettől a rendezvénytől, hiszen tudják, miről is lesz szó. Igen. Tehát könnyen megkapni az engedélyeket. Hát van egy kis irodai átfutási idő, azért izgulunk mindig, mert megy a szervezés ideje, és lehet vagy nem lehet bizonyos programot, de általában mindig pártunkon fognak és támogatnak minket. Nyomon lehetek követni az eseményt messziről is, tehát valaki nem tud idejönni, lát-e valamit, ebből gondolk itt arra, hogy talán van itt webkamera valahol elhelyezve? Most annyira nem tudtunk készülni, viszont telepítettünk fel egy olyan kamerát, amit itt helybe meg lehet majd tekinteni. Ugye már nem lehet fölmászni a toronyba, de ilyen panoráma célzattal annak a felvételét meg lehet tekinteni. Itt ugye két napos programról van szó. Mi az, ami az idénre sikerült úgy összeszervezni, hogy na, ez jó, hogy bejött? Hát nagyon örültünk itt a katonazenekar is, hogy stílusosan itt nagyon jó hangulatot tud csinálni ennek a rendezvénynek. Akkor itt a honvédség is képviselteti magát ilyen híradós alakulattal, mivel a bázis is egy ilyen funkciót szolgált, ugye 30 éve épült. Lényegében ennyit tudok így. Úgy hallottam, hogy a miniszter is fővédnökséget vállalt, Hende Csaba a rendezvény fölött. Ez hogyan alakult így? Hát ezt a szervezés folytán kaptuk ezt a hasznos információt, hogy ha valamit kérelmezünk így a honvédségi igénybevételből, mint a zenekar, illetve a híradó katonai eszközt, akkor ezt az ő engedélyével kaphatjuk meg. És akkor odaírtunk egy ilyen kérvényt, és nagyon örülünk neki, hogy ő ezt támogatta, és elvállalta a fővédnökséget, illetve ezeket az eszközöket, illetve a zenekart tudta itt képviseltetni, és itt a résztvevőket tudta szórakoztatni. Nem hívták meg véletlenül a minisztert személyesen is? Hát azt a főszervezőnk intézte ennek a kérelmét, hogy nem tudom, hogy ez most így belekerült a meghívóba. De előbb-utóbb tervezik esetleg, hogy ilyen szinten is emelik mintegy a rendezvény fényét? Hát hazafias nevelés szempontjából így biztos, egy nagyon jelentős dolog lehetne egy ilyen rendezvényen. Így a Toborza iroda is képviselteti magát különben, ilyen ismertetőkkel, de a jövő évi programot egyelőre még nem tudjuk. 20 év ezelőtt még kicsit furcsán hangzott van, de most már nem szégyen, azt hiszem, orosz kapcsolatokról beszélni. Vannak esetleg oroszországi kapcsolataik is, akár baráti szinten? Nekem speciál nincsen. Vannak ilyen barátaim, akik foglalkoznak ezekkel a bunkeroknak a megismerésével, illetve katonai repüléssel, ők van, amelyikük napi szinten is ilyen ismerettségekkel rendelkeznek. Voltak már itt külföldről látogatók, ilyen társszervezetektől, vagy csapatoktól, egyesületektől? Hát ilyen bunkerről érdeklődők már jártak itt, voltak Angliából is, Németországból is. Izgatja az embereket itt is, ott is ez a dolog, és mindig van kíváncsi érdeklődő. Mondhatunk valami vigasztalót annak, aki most nem tudott eljönni a családi napra, hogy esetleg jövőre? Hát reméljük jövőre is meg tudjuk szervezni. Idén pályáztunk egy pályázattal, az nem volt sikeres, de jövőre jobban elindítjuk ennek a nyomvonalát, és ha reménykedünk, akkor kicsit nagyobb támogatással akkor meg tudjuk rendezni, és akkor várunk mindenkit majd szeretettel, őszintén.